Szeretettel köszöntök mindenkit újra. Szóval szedersen pozdravljam i danas. Ma egy nagyon komoly témáról fogunk beszélni. Danas ćemo govoriti o jednoj jako i ozbiljnoj temi. Volt, aki próbált már meglefogyni? Da li je neko pokušao da izgubi na kilaži? Sikerült? Da li je uspelo? Én mindig elmondom, hogy... Minkor fiatalabb volt, akkor sikerült. Igen. Mindig elmondom, hogy fogyni nagyon könnyű. Ja uvek kažem da je lako smršati. Da megtartani a súlyunkat, az már nehéz. A da održimo kilažu, to je jako teško. Nagyon fontos az, hogy elérjük az optimális súlyunkat. Jako je važno da dostignemo našu optimalnu težinu. Azon a súlyon maradjunk. I da ostanemo na toj težini. Arról szeretnék beszélni, hogyan tudunk tartós fogyást elérni. Sad bi govorili o toj temi kako možemo da dostignemo tu optimalnu telesnu težinu. Soha ne adjuk fel, ez az első pont. Prva tačka je da nikada se ne predajemo. Lehetünk bármennyire teltek, elizottak vagy túlsúlyosak. Možemo biti bilo koliko popunjeni ili debeli. Le tudjuk adni a kilókat. Ali mi možemo još uvek da smršamo. Ez a mi döntésünkön függ. To se zasniva na našoj odluci. Én is voltam sokkal nagyobb darab ennél. Ja sem bio mnogo deblji. De gyönyörűen lementek a kilók rólam. Ali su jako lepo si išle kile. A legtöbb beteg, aki megkeres. Najviše bolesnika koji traže savjet od mene. Vagy rákos, vagy fogyni szeretne. Ili ima rak, ili bi voleo da smrša. Vannak olyanok, akik már 45 kilót fogytak. Ima koji su već smršali do 45 kilograma. Két év alatt. Za dve godine. Tartósan. Znači trajno. És nagyon boldogok. I oni su jako sretni. Nagyon sok eredményt tudtunk elérni. Jako dobre rezultate smo mogli postići. Régen, amikor a festők festették a képeket, davno, kada su slikari crtali svoja dela, az volt az ideál, hogy mindenki ilyen szép, nagy legyen. Rubensi szépségek. Znači, to je bio ideál, da svako bude onako lepo popunjen. Ma, amikor egy gyermek megszületik 4,5-5 kiló fölött, danas, kada se rodi dete i iznad 4-4,5 kilograma, olyan szép kis kerek, pirosposgás gyermek, znači, to je onako bucmasto malo dete sa crvenim obrazima, boldog a szülő, hogy ilyen szép nagy gyermeke született. Onda se rodite i raduju što imaju tako zdravo dete. És nem gondol bele abba. Ali ne razmišlja o tome. Hogy ez a gyermek. Da ovo dete. 60% eséllyel elhízott felnőtt lesz. Znači, postoji 60% šanse da bude u zrelom dobu, znači, debeo. Már születéskor megalapozzuk azt, hogy velünk mi fog történni. Znači, mi već u detinstvu, znači, kod naše dece, određujemo kako će oni izgledati u budućnosti. Nagyon sokan szeretnének fogyni. Mnogi bi da smršaju. Nagyon sok embernek problémája van a test képével. Znači, mnogi imaju problem sa slikom o sebi, o svome telu. Nem az a problémája, hogy telt vagyok és nem vagyok egészséges. Nije stvar u tome da imam višak kilograma i da sam zdrav. Hanem az, hogy hogy néz ki. Već kako izgledam, to je glavno pitanje. Pedig sokkal fontosabb a kinézetnél az, hogy egészséges vagyok, vagy nem vagyok egészséges. Znači, od izgleda je mnogo važnije pitanje da li sam ja zdrav ili nisam. Tehát nem az esztétika a fontos. Nije važna estetika. Hanem az egészségnek a megőrzése. Već da treba da sačuvamo svoje zdravlje. Egy idézetet olvasnék Hans Dehltől. Sad ću čitati jedan citat od Hans Dehla. A túlsúlyos ember olyan, mint egy ketyegő bomba. Znači, čovjek koji ima više kilograma je u stvari kao bomba koja samo svakog trenutka može da eksplodira. Előbb-utóbb felrobban az élete. Prije ili kasnije će njegov život da bude uništen. Egy vagy több betegség következtében. Znači, zato što će dobiti jednu ili više bolesti. Tehát egy kicsit vagyok túlsúlyos. Ako imam malo viška kilograma. De ez megalapoz nagyon sok betegséget. Ali ipak i to može dovesti do mnogih bolesti. Egy kicsi túlsúly, egy kicsi magas vérnyomás, egy kicsi cukorbetegség. Malo viška kilograma, malo više povišen šećer, odmah dolazi bolest. Az emberek általában jönnek hozzám, nem egy betegséggel jönnek. I one osobe koje se meni obraćaju dolaze sa više dijagnoza. 8-9 fajta betegségük van. Znači, već imaju 8 ili 9 dijagnoza. Egy ilyen marék gyógyszer szednek. Znači, ovoliku šaku lekova već piju. Az alap az elhízás volt. Znači, osnova je bila da su imali više kilograma. Évente jöttek újabb problémák hozzá. I godinama su došli novi problemi.
Tehát egy ketyegő bomba, amit bármikor felrobbanhat. Znači to je bomba koja svakog trenutka može da eksplodira. Ott van a hasunkon a sok-sok bomba. Na našim stomacima su mnoge bombe. Robbanásra kész. Koje su spremne da eksplodiraju. És hogy hol lesz a probléma? Hol a leggyengébb vagyok. Znači gdje će se pojaviti problem? Tamo gdje je moja najslabija tačka. Az a túlsúlynak a definíciója. Definícia pretilosti. Amikor az elfogyasztott kalória mennyiség meghaladja azt a mennyiséget, znači, a kada one broj kalorija koje smo potrošili je veći od broja, aminek a szervezet fenntartásához szükséges, znači, veći od broja kalorije koje su potrebne da održimo našu funkciju u našem telu, amit elhasználok különben, koje možemo da iskoristimo, akkor ezek a fennmaradt kalóriák, ezek zsírformájában leraktározódnak. Ovih viša kalorija, znači, oni se pretvaraju masti, oni se lepo lepe na naše telo. Nagyon könnyen megy a dolog. Jako lako se dešava ovaj proces. Egy hét alatt za jednu nedelju hiszhatok fél kilót. Mogu da se ugojim i do pola kilograma. A begyűjtök plusz 3500 kalória ételt. Ako unesem plus 3500 kalória kroz hranu. Fél kiló plusz. To je znači pola kilograma više. Ami 7-8 hét alatt tudok leadni. Znači, a ovih pola kilograma mogu skinuti za nekoliko nedelja. Az elhízás okait nem érdemes valami titulzatos folyamatban keresni. Znači, uzroci zašto se mi gojimo ne trebamo tražiti u nekim mističnim pojavama. Pontosan tudjuk, mi a magyarázat. Tačno znamo šta je objašnjenje za ovu pojavu. Többet eszünk a kelleténél. Više jedemo nego što nam je potrebno. Az emberek általában egy harmaddal többet esznek, mint kellene. Znači, ljudi imaju običaj da jedu za jednu trećinu više nego što je njima potrebno. A mindig egyszer szednénk a tányérunkra egy alapos mennyiséget. Kada jednom vadimo na tányér određenu količinu. És nem mennék újra és újra. I ako ne vadimo ponovo i ponovo. Akkor rászodnak a kevesebb rés. Onda bi navikli da nam je tako mala količina koju jednom izvadimo dovoljna. Persze, érzelmileg annyira kötve vagyunk az evés tényéhez. Mi smo emocionalno jako vezani za taj ritual kada jedemo. Hogy bármit elfogadunk magyarázatképpen, mint azt, hogy én többet eszek a kelleténél. I sve smo spremni da prihvatimo sem tog objašnjenja da ja više jedem nego što mi je potrebno. A fogyás itt kezdődik, hogy felismerjem, hogy többet eszek a kelleténél. Mršavljanje počinje kada ja shvatim da ja jedem više nego što je meni potrebno. Mi hajlamosak vagyunk bármit elfogadni, a genetikát, a környezetet, bármit, csak azt nem, hogy mértéktelenül eszünk. Mi krivimo, znači, našu genetiku, okolinu u kojoj živimo, ali nikako ne možemo da prihvatimo tu činjenicu da više jedemo. Persze, készítenek óriási nagy szendvicseket nekünk, amit lehetetlen megenni. Znači, nama spremaju ogromne sendviče koje mi ne možemo da potrošimo. Bevegyünk egy boltba, kapunk egy üdítőt, ami 2 literes, 2,5 literes, minél nagyobbat vegyünk belőle. Kada uđemo u neki tržni centar, dobijemo napitke u pakovanju od 2 ili od 2,5 litre, koje ne možemo da popijemo. Gondoljuk arra, hogy ha ez a túlsúly itt a has részlegénél van, mint a képen is látunk. Kao što na slici vidimo, ako je taj višak kilograma koncentrisan tu na stomaku. Annak, akinek ilyen nagy pocakja van. Onaj koji ima tako jako velik stomak. 8-10 éve korábban megjelenik az első szinfarktus. Znači, to prouzrokuje da 8 do 10 godina ranije se pojavi infarkt srca. Ha fogok egy dinnyét, ako uzmem jednu lubenicu, ami mondjuk 5 kilós, koja na primjer ima 5 kilograma, ide veszem magam elé és megtartom, i ako stavim tu ispred sebe i držim je, akkor az 7-szeres szorzóval 35 kilóval terheli a gerincemet. Znači 7 puta 5 kilograma, znači za 35 kilograma je veće opterećenje na mojoj kičmi. Da dinjet letesem i šot hodio. Ali lubenicu mogu da spustim i da je tamo ostavim. A za 5 kilos pocak itva rajtem, az egész nap hordoznom kell. Ako je moj stomak tu, onda njega moram nositi ceo dan. Nem vetlen faj, on je mene kao gerinca. Znači, nije slučajno da mnogi imaju problema sa kičmom. Nagyon fontos a túlsúly szempontjából. Hölgyeknél végeztek egy kísérletet a merrákkal kapcsolatban. Znači, što se tiče viška kilograma, kod žena su vršili određeno ispitivanje za povezanosti sa rakom, znači sa rakom dojke. Első fokú rák, a merrák a hölgyeknél. Znači, na prvom mestu je kod žena rak dojke. Ha valaki sovány és menopauz előtt van, mi akkor egy a kockázat. Znači, kada je neko mršav i još nije ušao u menopauzu, faktor rizika je jedan. A túlsúlyos, akkor 2-szeres a kockázat.
Ako ima već viša kilograma, ono je dva puta rizičniji. Pa je izvod, tako haramsu što kockazata. Znači, ako je već suviše, znači pretilo, ako je neko pretil, onda već ima tri puta veći faktor rizika. Tad látjuk, az elizota sokkal rosszabb, mint ha csak túlsúlyos lennék, akkor még több kilogram van rajta. Znači, trebamo da pazimo, što ima više kilograma, to je veći faktor rizika. Ha túl vagyunk a menopauza, ne értük az 50-55 évet. Kada smo već prošli menopauzu, posle 50-55 godina. Akkor még rosszabb látjuk, hogy túlsúlyosnak ötszörös a kockázat, és elizottak 12-es a kockázat. Znači, onda je još gora situacija, ako ima neko više kilograma, onda je 5 puta veći faktor rizika, ako je neko već suviše debe, onda je 12 puta veći faktor rizika. Sürgősen le kell adnunk a kilókat ahhoz, hogy megelőzünk egy ilyen bajt. Znači, hitno moramo da smanjimo našu kilažu, da bi spriječili problem. Nézzünk 7 okot, hogy miért híznak vissza legtöbben a leadott kilókat. Sad ćemo pogledati 7 glavnih razloga zašto se mi gojimo posle neke dijete ili kada smršamo. Az első a kitartás hiánya. Prvi i osnovni razlog zato što nemamo dovoljnu jaku volju. Nem tudunk hosszú távon kitartani program mellett. Dobro, znači ne možemo dugo da izdržimo pored jednog određenog programa koji nam pomaže da smršamo. Niko ne biš mjeti mjesta programa? Kada sam ja upoznao ovaj program, ja sam ga počeo primjenjivati. A zvote i djelek. I od tada tako živim. Hitrotok melete. Znači držim se tog programa. Hosszú éveken keresztül. Znači, dugi niz godina. Mert megtapasztaltam, hogy jó. Zato što sam to iskusio, da je to dobro za mene. Tehát a kitartás nagyon fontos. Znači, istrajnost je jako bitna. Következő, elmarad az életmódváltás. Drugi faktor, to je zato što izostaje, znači, promjena stila života. Tehát az a szó, hogy fogyókúra. I ta reč dieta, ili mršavljenje. Az azt jelenti, hogy fogyni szeretnék, kúra jelege, rövid idő alatt. Znači, ja želim uz neki određeni režim ishrane da izgubim kilažu u kratkom vremenskom periodu. Ono je kad felistam 30 kilo 20 eva lat. Naprimjer, uzmemo primjer da sam se ja ugojio za 20 godina 30 kila. Što sredate gledani tiz napolata. Ja želim da se ovog viška rešim za 10 dana. Ez reali? Da li je to realno? Nem reali. Nije. Következu, nič motivaciju. Znači, treći faktor, nema motivacije. Mindig legyenek céljaim, motivációk, hogy miért akarom leadni azt a plusz kilót. Uvek treba da postavim sebi ciljeve, da motivišem sebe zašto želim da se rešim viška kilograma. Következő, hogy nem megfelelő a táplálkozásunk. Četvrti faktor, znači, ishrana nije odgovarajuća. Rosszul táplálkozunk, egyszer nem tudunk fogyni, újra és újra hízunk. Znači, ja se loše hranim i uvek i iznova se gojim. Következő, rossz módszereket követünk. Peti faktor, mi sledimo pogrešne metode. Egyáltalán nem javaslok soha senkinek semmilyen fogyókurát. Ja nikome nikad ne preporučujem nikakvu dijetu. Semmilyen fogyókurás módszert. Nikakvu dijetu, nikakve terapije. Semmilyen fogyókurás gyógyszert. Nikakve lékove. Csak az életmódváltozást. Znači, samo promenu stila života. Következő, egyedül nem megy. Šesti faktor, ne možemo sami to da učinimo. Mindig kellenek társadalmi programban. Uvek treba da imamo nekoga ko će nam pomoći na ovome putu. Érdemes önemberke kapcsolatba kerülni, akit érdekel ez, és szintén hasonlóan gondolkodnak. Trebamo pronaći takve ljude koji su zainteresovani za ovu temu i koji slično razmišljaju kao mi. Ako könnyebb kitartani nehezebb helyzetben is. Onda je lakše izdržati tešku situaciju. És persze, hetedik pont, hogy ezeknek mind együtt kell lenni ahhoz, hogy mi tényleg tudjunk fogyni. Znači, sedmi faktor, znači svi ovi faktori trebaju da budu prisutni da mi možemo gubiti kilažu. Föltetjük a kérdést, hogy akarom-e annyira, hogy hajlandó vagyok megfizetni az árát annak, hogy lefogyjak. Postavlja se pitanje da li ja nešto toliko želim da sam spreman da platim ovu cenu. Mindenen ott lóg az árcédula. Na svakom artiklu kad uđemo u prodavnicu prisutna je cena. Sajnos legtöbben menekülnek a kemény munkától és nem akarnak megdolgozni a fogyásért. Znači, mnogi ljudi beže od tog teškog posla, znači od te istrajnosti da bi smršali. Türelem kell és munka ahhoz, hogy le tudjam adni a kilókat. Treba strpljenje i treba rad da bi izgubili kilograme. Az emberek rövidebb útra gondolnak, csodákat várnak, gyorsan és könnyen. Ljudi traže lakši put, očekuju čuda, da će se nešto desiti i da će tako izgubiti kilograme. Lehetőleg olvas közben
erőfeszítés nélkül kéne fogyni, nem? Ez a legjobb. Najbolje bi bilo da bez ikakvog napora mi u toku sna da izgubimo kilograme, ali nažalost to nije moguće. Sokan várnak a dzsinre, jön majd a dzsin és teljesíti a kívánságomat, znači, és holnap már vékony leszek. Mnogi čekaju ovog duha iz ove boce da će doći, da će nam ispuniti želju i sutra ću se probuditi mršav. Az emberek 95% elbukik és újra visszahízza a kilókat. Znači 95% osoba znači padne na ovome putu i ponovo se goji. Semmi nem jön ingyen, ami értékes az életben. Ništa što je vredno ne dolazi besplatno u naš život. Minden rajta van az árcédula. Svuda je tamo prisutna ta cena. Persze az ár, azt nem pénzbe kell kifejezni. Znači, tu cenu ne možemo uvek izraziti u novcu. Nem sokba fog kerülni. Neće nas skupo koštati. De el kell dolgot határoznom. Ali mi treba da donesemo odluke. A fogyás egy nagyon ellentmondásos téma. Znači, mršavljenje je jako diskutabilna tema. Rengeteg dietát mondanak az újságok. Znači, u raznim časopisima možemo čitati razne diete. De nézzük, hogy miről is szól a fogyás a legtöbb ember számára. Znači, o čemu je u stvari, na čemu se zasniva mršavljenje u životima ljudi? Ja sam kerek volt, ami szeretné karcsú lenni, no? Znači, ja sam bio ovako lep okrugao i sada želim da budem mršav. Mi a cél? Fogyni minden áram. Znači, šta je cilj? Da mršam po bilo kojoj ceni. Mindenki méregeti magát a mérlegen, és egyetlen vágya a súly csökkenés. Svako se meri na vagi i gleda koliko ima kilograma, a jedini cilj samo da izgubi kilograme. Fontos lenne, hogyha mi tartós eredményt akarunk elérni, ako želimo da postignemo trajni uspeh, akkor a súly csökkenés és a zsír csökkenés között kell különbséget tenni. Treba da napravimo razliku, znači između gubitka kilograma i gubitka masnih naslaga. Tehát ne a súlyomat veszítsem el, hanem a zsíromat veszítsem el. Da ne izgubim na kilaži, ve da izgubim, da se oslobodim masnih naslaga. Legtöbb ember az megpróbál drasztikusan fogyni, keveset eszik. Mnogi ljudi to čine na drastičan način, jedu jako malu količinu hrane. Ez nagyon pusztító hatású. Znači, tu ima jako štetan uticaj na naše telo. És igazából először az arcunkról fogyunk. Znači, na prvom mestu mi mršavimo u licu. Kezdjük csuklónkról. Znači, tu ovi zglobovi na rukama. Bokánkról. Znači, zglobovi na nogama. Hölgyek itt elő elveszítik, amit nem szeretnének. Znači, gospodje gube tu napred, možda koji ne bi voleli tu da mršave. Ali stomak uvek ostaje. A combok megmaradna. Butine ostaju. Nem tudok fogyni róla. Ne mogu da smršam. És a zsírom helyett... I umesto masnoća... Elveszítem a zsírat levő szép kis izmomat. Znači, ja umesto masnoća, ja gubim mišićnu masu koja se nalazi ispod ovih amit naslaga. Amit veszítek, annak csak a 10-25% a zsír. Ono što gubim, to je samo 10-20% mast. Helyett izmot veszítek és vizet. Znači, ja znači, oslobađam se viška vode i razgrađuje se mišićno tkivo. Ha nekem van 1 kilo izmom, ako ja imam 1 kilograma mišićne mase, azon 14-18 kaloriat égete olaphelyzetben minden nap. Znači svakoga dana taj mišić sagoreva od 14 do 18 kalorija. Ha ejte 1 kilo zsírom van, ako umesto ovog mišića imam 1 kilogram masnih naslaga, az ennek az egyenjedét használja. Znači on koristi samo četvrtinu kalorija. Ha én 1 kilo zsírból 1 kilo izmot építek, ako ja od 1 kilograma masnoće izgradim 1 kilograma mišićne mase, naponta megetek többet 150 kalorijával. Onda svakoga dana mogu uneti 150 kalorija više. Tehát nekünk izmot kell építeni. Mi moramo da gradimo naše mišiće. Az nem működik, hogy eddig ettem sokat. To ne deluje tako, ja sam dosad puno jeo. Aztán eszek nagyon keveset. Onda jedem posle jako malo. Utána megint elkezdek sokat enni. I onda posle opet jedem puno. Szervezet teljesen fel fog burulni ettől. Znači, organizam se jednostavno gubi ravnotežu. A tartós fogyás titka, hogy el kell veszíteni a zsírunkat, és nem az izmainkat. Znači, glavna stvar koju moramo da zapamtimo, da treba da gubimo masne naslage, a ne mišiće. Tehát mi a reális cél? Šta je realan cilj? Azonnal? Da li sutra već? Nem. Ne. Jött az egy beteg. Došao jedan bolesnik od mene. És mondta, hogy van egy 30 kilo súlyfeleslege, szeretne fogyni. On ima 30 kilograma viška i rekao da bi on voleo da smrša. Rende, építsünk egy programot. Dobro, u redu, ja sam rekao, izgradit ćemo, napravit ćemo jedan program. Tűzünk egy célt. Postavit ćemo jedan cilj. Legyen reális. Da bude realan. Egy év múlva. Za jednu godinu. Adjunk le 25 kilot. Znači, za jednu godinu izgubit ćete 25 kilograma. Havont egyszer mérje csak magát.
Znači, u jednom mjesecu samo jednom treba da se meri. Egy év múlva. Ali za jednu godinu 25 kg kevesebb. Biće sigurno 25 kg manje. El is érte. I dostigo je taj cilj. Jött az újabb cél. Došao je novi cilj. Még mennyit fogyunk. Koliko još želi da smrša. De ne 3-4 hitrat legyen, hanem legyen idő arra, hogy lefogjuk ezt a mennyiséget. Znači, ne, da ne ograničimo to na mali vremenski period, nego da uzmemo jedan veći period. Van egy érdekes gondolat. Ima jedna zanimljiva misao. Ha többet eszek, mint amire szükségem van, akkor hízok. Ako jedem više nego što je moja potreba, onda se gojim. Ha pedig kevesebbet akarok, akkor fogyok. Ako manje jedem, onda mršavim. Igaz ez? Da li je to tačno? Igaz ez? Da li je to tačno? Matematika, ne? To je matematika. Vagy mégsem igaz? Ili možda nije tačno. Én mindig elmondom. Ja uvek kažem. Aki fogyni szeretne. Onaj ko želi da mršavi. Annak enni kell. On mora da jede. Evés nélkül, megfelelő mennyiség étel nélkül nem lehet fogyni. Bez određene količine hrane mi ne možemo da mršavimo. Amikor ja leadtam 3 hónapra 15 kilót. Kada sam ja za 3 mesece izgubio 15 kilograma. Annyit ettem, hogy na. Ja sam jeo velike količine hrane. Sokat ettem. Puno sam jeo. Persze, finom vegán ételeket, mint feleségem készített. Ali jeo sam vegánsku hranu, znači koja je moja supruga pripremila. Egyet kétszer ettem, de nagyon sokat. Znači, dnevno sam imao 2 obroka, ali sam jeo obilno. Ma is nagyon jó az étvágyom. I danas imam dobar jako apetit. Tehát enni kell, de nem mindegy, hogy mit. Trebamo da jedemo, ali nije svejedno šta da jedemo. Nagyon fontos az, hogy ne az izmainkat veszítsük el. Znači, jako je važno da ne gubimo na mišićnoj masi. Amikor mi éhezünk azért, mert rossz módon fogyokurázunk. Znači, kada mi gladujemo zato što smo izabrali pogrešnu dijetu. A szervezetnek az a fegyvere az éhezés ellen. Znači, glavno oružje našeg organizma protiv ovog gladovanja jeste. Hogy lebontja az izmainkat. Znači, da razgrađuje naše mišiće. És ez a legrosszabb számunkra. I to je najgore za nas. Amikor mi elkezdünk egy kalória fogyókúrát, 1000 kalóriát teszünk csak egy nap. Kada počnemo, znači da brojimo kalorije, na primjer jedemo 1000 kalorije u toku jednoga dana. Elindulok olyan folyamatok a szervezetünkben. Onda se određeni procesi pokrenu u našem organizmu. Azt mondja a szervezet, hogy eddig kaptam 2000 kalóriát. Onda naš organizam kaže, ja sam do sad dobio 2000 kalórija. Most kapok 1000 kalóriát, az nagyon kevés. Sada dobijem 1000 kalórija, to je jako malo. Abba a pillanatban azt mondja a szervezet, hogy le kell lassítanod az alapanyag cserédet. Znači, organizam automatski usporava naš metabolizam. Baj van, kevés az üzemanyag. Malo goriva dobijamo. El kell kezdeni tartalékolni, zsírraktárat építeni. Znači, treba da usporimo, znači da zaustavimo to trošenje energije i stvaraju se masne naslage kao rezerve. El kell kezdeni gátolni a zsírégetést. Znači, treba da se spreči taj proces kada sagorevaju masti. Ahelyett, hogy fogynék, i umjesto da mršavim, elkezdek zsírraktárakat építeni. Ja stvaram masne naslage. A pajzsmirigyem úgy gondolkodik, moja štítna žleza tako razmišlja, hogy lassítja a működését, ona će usporiti svoju funkciju, hogy még lassabb legyen az alapanyag cserém. Da još bude spori moj metabolizam. Tehát még kevesebb kalóriára van szükségem. Znači da ja imam potrebu za još manje kalórija. Minden azon dolgozik, hogy én tartalékoljak, mert hiszen kevesebb az üzemanyag. Znači sve u organizmu tako funkcioniše da se stvaraju rezerve zato što malo hrane unosimo. Tehát meg kell adnunk azt a kalóriai mennyiséget, aminek szükségem van. Znači mi moramo uneti toliko kalórije za koliko ja zaista realno imam potrebe. Maximum 5-10% ehetek kevesebbet. Znači mi treba da jedemo za 5-10% manje. Mert akkor még azt mondja a szervezetem, hogy egy kicsivel kevesebb, de nem olyan nagy baj. Znači tada organizam tako reaguje, pa to je možda malo manje nego što sam ja navikao, ali nije problem. Nem indulnak ezek a vészreakciók, hogy leállítani az alapanyag cserét. Znači ne pokreću se te reakcije da se zaustavlja i usporava metabolizam. A szervezet mindig átlagolja az előző 3 napnak az eredményeit. Znači naš organizam na neki način pravi prosek rezultata 2-3 dana. És azt mondja, egy kicsivel ma kevesebb kaptam, nem baj, holnap is kevesebb, holnap után is. Ja sam danas dobio malo manje, možda ću sutra dobiti malo manje i prek sutra. Tehát elég lesz kevesebbis. Ali bit će mi dosta to. Egy picivel se kevesebbet. Znači, samo malo manje.
elkezdek rendszeresen mozogni, i ako počinjem redovno da se krećem, hiszen izmot kell építenem, ja moram da gradim mišićnu masu, és elkezdenek leolvadni rólam a zsírpárnák. I onda u tom trenutku počinju da se razgrađuju masne naslage. Nagyon sok embernek van kicsi akaratereje. Znači, mnogi ljudi imaju problem sa slabom voljom. Nem tudnak elendálni az étel látványának. Ne mogu da odole, znači, tom prizoru kad vide hranu. Én egyszer jól laktam, tehetnek elém bármit. Znači, kada sam ja sit, ispred mene mogu da stave bilo šta. Ez emberek nem ilyenek. Ali ljudi nisu takvi. Megkóstolom ezt is. Próbáću i ovo, i ovo, i ovo. A mérték. Mera. Mi a mérték a számunkra? Šta je mera za nas? Hallottak a jojo effektusról? Da li ste čuli o jojo effektu? Hányan megtapasztalják ezt, hogy nekiállnak fogyókúrázni? Mnogi to iskuse kada počnu da drže dijetu za mršavljanje. Persze, először fognak egy kicsit. Prvo, znači, gube na težini. De utána roppant gyorsan visszaszedik. Ali zatim veoma brzo, znači, povrate još i više kilograma. Utána megint fogyókúráznak, megint leadnak egy kicsit. Onda opet drže dijetu, opet malo smršaju. Megint visszaszedik. Ali opet nadoknade. Egy újabb fogyókúra, megint leadnak. Znači, opet dolazi dieta, opet se mršavi. 10 éven, 20 éven keresztül fogyakuráznak az emberek. Znači, neki drže diete u toku 10 ili 20 godina. És a végre egyre kövérebbek lesznek. Ali su sve deblji i deblji. Mi a következmény? Šta je posledica? Lelkileg teljesen elcsüggedünk. Mi se, znači, totalno obeshrabrimo. Egyre kövérebbek vagyunk. Sve smo deblji. És eldöntöm, hogy én már úgyse tudok lefogyni, nem? I ja onda tada odustajem i kažem, ja više onako ne mogu da smršem. Ha érik azt a 150 kilót. I kada dostignemo 150 kilograma, az az álomhatár. Znači, to je granica, kritična granica. Nagyon nehéz megállni, onda megy föl 170, 180, 200 kilóig. Znači, tu jako brzo dobijemo posle na težini, i dobijemo i 170 i 200 kilograma. Egy alkalom megismertem egy férfit, aki 250 kiló volt. Ja sam upoznao jednom prilikom jednu osobu koja je imala 250 kilograma. Egy tűzoltó autó meg 4 mentős vitte ki a lakásából daruval. Znači, vatrogasci, znači 4 vatrogasaca i iz hitne pomoći su došli i dizalicom su ga morali izneti napolje. Bevitek je korhazbo, 2 eve töltött. Uneli su ga jednu bolnicu gde je proveo 2 godine. És lement 170 kilóra. I on je smršao na 170 kilograma. De megállt, és nem tudott tovább fogyni. Znači, ali tu je prestao taj proces mršavljenja i više nije mogao da gubi na kilaži. Bevitek je korhazbo, čegičak tovább fogyni. I mene su pozvali u bolnicu da pomognem da on još više smrša. Nem tudok menni se. Nije mogao ni da hoda. Egy év múlva. Za godinu dana. 137 kilósan kijött a kórházba a saját lábán. Znači, na svojim nogama je izašao sa 137 kilograma. 3 évbe került, mi lefogyasztották. Znači, 3 godine je bilo potrebno da on smrša do optimalne težine. Úgy kezdtem, hogy soha ne adjuk fel. Ja sam tako počeo, nećemo nikad odustati. Mindig ott van a fogyás lehetősége bennünk. Uvek postoji mogućnost da smršamo. Ahhoz, hogy a fogyás sikeres legyen, da bi mi uspešno mršavili, egy teljes és folyamatos életmód változásra van szükség. Znači, nama je potrebno da imamo jednu potpunu promenu životnog stila i da to bude trajna promena. Nem 2 hét, nem 2 hónap, egy életmunkája. Znači, ne 2 nedelje, 2 meseca, to je jedan rad čitavog života. Ha visszatérek a korábbi szokásaimhoz, ako se ja vratim svojim ranim starim navikama, visszajön minden kilóm. Vratit će se sve kile. A szokásaink befolyásolnak bennünket. Naše navike utiču na nas. Nincsenek rövidebb utak. Ne postoje kraći putevi, ne postoje prečice. Mi a zsírunktól szeretnénk megszabadulni. Mi želimo da se oslobodimo masnih naslaga. Minden héten fogyhatunk maximum 1/2 kilót. Nedeljno je zdravo mršaviti 0,5 kilograma. Aki nagyon-nagyon tehát az akár 1 kilót is fogyhat. Znači, ko ima puno viška kilograma, on može nedeljno da izgubi 1 kilogram. Egy hónapban fogyhatunk 2 kilót, maximum 3-at, ez a reális. Znači, realno je da mesečno gubimo 2 do 3 kilograma. Minél lassabb a fogyás, što je sporiji ovaj proces mršavljenja, onnál több izmot tudok megtartani. To više mišićne mase ja mogu da zadržim. Ne felejtsük el, hogy a testsúly, nemojmo zaboraviti da naša telesna težina, az szokás kérdése. To je pitanje navike. Hogy milyen szokásokat gyakorolok. Kakve navike ja praktikujem u svome životu. Kérdezik tőlem, hogy mikor érdemes mérni magunkat. I neki pitaju, pa kada je to pravo vreme da ja izmerim svoju telesnu težinu. Hát minél ritkában, havonta egyszer, és znači, reggel érdemes, az a legjobb számunkra. Znači, što ređe, znači jednom mesečno i najbolje je to učiniti u jutarnjim časovima.
Angliában minden évben megrendezik a legjobban lefolyó családversenyét. U Engleskoj organizuju jedno takmičenje gde se porodice takmiče ko će više da smrša. Fedeš felešnja koji sretne fodni. Znači to su muškarci, bračni parovi, znači muž i žena koji žele da smršaju. Jen, taj bi neki švijeknut letnik. Znači vidimo kakva je velika promjena. Mi je cilj. Šta je cilj? Mi sretne kalirni. Šta želimo da postignemo? Fontos az, hogy konkrét célunk legyen. Važno je da imamo konkretan cilj. Mérhető legyen. Da se to može izmeriti. Elérhető a számunkra. Da bude dostupno nama. Reális legyen. Da bude realan. És legyen egy határidő hozzá. I da imamo jedan vremenski period koji odvojimo za to. Tehát tűzünk ki majd célt. Postavimo danas sebi jedan cilj. Lehet egy konkrét cél például az. Jedan konkrétan cilj može biti to. Hogy szeretnék 10 centivel vékonyabb derekat. Da želim da imam 10 centi manje na struku. Konkrét célul azt mondom, hogy szeretnék innentől fogva hetente háromszor fél órát, egy órát mozogni. Konkrétan cíl je, kada odlučim da ću ja u toku jedne nedeljno 3 puta vežbati. Lehet egy cél, hogy keresek olyan közösséget, akik így gondolkodnak. Moj cíl je može biti da ću ja pronaći takve osobe koje imaju slične probleme kao i ja. Akik szintén szeretnének fogyni. Znači i te osobe žele da mršave zajedno sa mnom. Együtt fogunk fogyni majd. Zajedno ćemo mršaviti. Együtt fogunk gyalogolni. Zajedno ćemo pešačiti. Fontos, hogy a célunk az mérhető legyen. Važno je da se naš cilj može izmeriti. Hány kilós akarok lenni? Koliko kilograma ja želim da budem? Milyen zsírarány mellett? Znači koliki da bude procenat masti? Mennyi izmot szeretnék? Koliku mišićnu masu bih ja želeo da zadržim? Mérhető legyen, döntsem el. Da se to može izmeriti, ja treba to da odlučim. Olyan cél kell megfogalmaznunk. Jedan takav cilj treba sebi da postavimo. Ami próbára tesz bennünket. Za koje je potrebno da uložimo naše napore. De még elérhető. Ali možemo da ga dostignemo. Tehát elérhető. Mora biti takav da ga možemo dostići. Ha én nem tartom elérhetőnek a célt. Ako ja mislim da taj cilj koji sam postavio ne mogu dostići. Akkor nem fogom magam mellett elkötelezni. Onda neću čvrsto odlučiti da to ispunim do kraja. Azt mondom, hogy az lehetetlen. Reću, to je nemoguće. Annyira lassan kell fogynunk. Mi toliko polako treba da mršavimo. Hogy a bőrünk visszatudjon húzódni. Da se naša koža može povući nazad. Sok embert láttam. Video sam mnoge ljude. Aki sokat fogyott. Koji je brzo mršavio. De logott a bőre. Ali je koža ostala da visi. To zavakol jár. Tu na rukama, mindenhol. Pogotovo svuda. Drága pénzeket fizettek a plastikai műtétért. Znači oni su davali velike iznose da bi išli na plastičnu operaciju. Ismertem olyan embert. Poznavao sam takvu osobu. 175 kilós volt. Imao je 175 kilograma. Bement Amerikába egy életmód központba. U Americi je otišao jedan zdravstveni centar. Úgy szeretett volna fogyni. I on je tamo želeo da smrša. Ott töltött 2 hónapot. On je tamo proveo 2 meseca. Gyönyörűen mentek a kilók. On je fantastično skidao kilažu, ali je potrošio sav novac. On je rekao, ja ću bilo šta da uradim, samo da ostanem ovde. Kaže, rekli su, dobro, budi baštovan. Ostao je još 2 godine i izašao je sa 70 godina iz ovog instituta. Izvinjavam se, 70 kila sa ovog instituta. To je zaista fantastičan rezultat. Legyenek elérhető céljaink. Postavimo ciljeve koje su realni. Legyenek reális céljaink. Znači, ciljevi naši uvek treba da budu realni. Amit meg tudok valósítani. Što mogu da ostvarim. Lehet, hogy nehéz lesz. Možda će biti teško. A szokások bilincsei. Znači, tu su okovi, znači, naših navika. Azok megkötnek bennünket. Ovi okovi nas vezuju. Nagyon nehéz. Így szoktuk meg. Ovako smo navikli, teško je menjati. De azt mondom, hogy eddig ettem csokoládét. Na primjer, kažem, ja sam do sad jeo čokoladu. Most helyette fog gyümölcsöt enni. Ali umjesto čokolade od sad ću jesti voće. Én nagyon szeretem a datóját például. Na primjer, ja jako volim urme. Kis édesség kell még reggelikor, akkor eszek egy datóját. Znači, kada imam potrebu za slatkim, ja pojedem jednu urmu. Jöttem ide most hozzátok. I kada sam dolazio ovde kod vas na Zlatibor. Kucsiba reggelistünk. Mi smo doručkovali u autu. Ettem kolácsot. Jeo sam kolač. És fügét. I smokve. Édes, finom
fügét. Znači jako fine slatke smokve. Ezzel vezettem ennyi órát. I s ovom hranom sam uspio da odvozim ovoliko sati, imao sam puno energije. És hogyha minden héten ako ja svake nedelje lečerilek egy édességet gyümölcsre, ako ja svake nedelje zamenim jedan sa slatkiš za neko voće, ez reális. To je realno. De mindig pótoljak valamit valamivel. Ali uvek nešto što čega se odričeš zameni sa nečim drugim što je dobro. Kellenek határidők is. Mi treba da postavimo i vremenski rok. Reális határidő. Realna vremenski rok. A cél eladni 20-30 kilo, tudjuk, ugye? Cíl je da smršam 20-30 kilograma. De nem reális, ezt 30 nap alatt akarom megtenni. Ali to nije realno da to želim učiniti u roku jednog meseca. Egy év alatt lehet gondolkodni ebbe. Znači, u roku jedne godine ja mogu da razmišljam o ovome. Két év alatt. Ili za dve godine da ostvarim taj cilj. Teljesen új ember lehetek. Ja mogu za dve godine da budem sasvim drugačija osoba. Egy alkalommal egy hölgy kapott egy CD-t. Jednom prilikom jedna gospodja je dobila jedan CD. Amin Csalmi László barátom, kollégám tartott előadást, egy to hasonló előadást. Moj prijatelj i kolega Csalmi László je držao jedno predavanje. És ő ezt meghallgatta, és azt mondta, ezt megcsinálom. I ona je poslušala ovaj materijal i ona je rekla, ja ću to sprovesti u svom životu. Šo nem voće mi ne lodašem. Nije bila ni na nekakvom drugom predavanju. Odata lanje, rekla, lanjom, hagaš me, nođo i hop. Ona je dala ovaj CD svoje ćerci i rekla, poslušaj, jako je dobar. I še kad ste okamazni. I ona je počela da primenjuje ove principe. Eko je tako nadavao, nođo lanje, na kondira, es nekriš hagatot ne. Znači, ovaj materijal su poslali čak i za Kanadu, i oni su i preporučili su ga, poslušajte ovaj CD. Kitive i djel tak mar. I dve godine su ovako živeli. Niko lata ko nese ilet mo taburung Mađarosagon. I kada su videli, znači, da će biti jedan ovakav kamp zdravlja. Šeju tako taburungo. I oni su došli tamo na kamp. Ez a hölgy 45 kilót fogyott két év alatt. Ova gospodja izgubila za dve godine 45 kilograma. Ugyarult, hogy végre találkozott velünk. I jako se radovala da može da se sretne sa nama. Tehát legyenek határidők az életünkben. Postavimo, znači, vremenske rokove u našim životu. Sikeres fogyás. Uspešno mršavljanje. Teljes és folyamatos életmódváltozás. To znači podrazumeva da menjamo način i stil života. Ha egy-két hónap, akkor vissza fog minden térni. Ako mi to planiramo samo mjesec ili dva, ja ću se vratiti na staru kilažu. Nem lehet kizárólag csak a hasunkra, a csípőnkre fogyni. Znači, nije moguće da stalno mršavimo sa stomaka i sa naših kukova. Van egy genetikai programunk. Imamo jedan genetski program. És legnehezebb fogyni innen a hasunkra. Najteže izgubiti ovo salo što je tu na stomaku. Mozgás nélkül, séta nélkül, torna nélkül. Znači, ne možemo izgubiti salo ako se ne krećemo, ako ne vežbamo, ako ne ulažemo napor. Nem fog leovati a zsírodon. Neće se otopiti. Nagyon fontos az, hogy figyeljünk az étkezésünkre. Jako je važno da obratimo pažnju na našu ishranu. Javičunk az elfőszerítelek mennyiségén és minőségén. Znači, treba da popravimo, znači, kvalitet naše hrane i da promenimo, znači, količinu. Mennyivel csökkentjük a kalóriát? Znači, za koliko treba da smanjimo kalorije koje unosimo? 5-10% maksimum. Znači, 5-10% maksimum. Nagyon fontos. To je jako važno da zapamtite. Legyünk sokkal rozsban gazdag ételeket fogyasszunk. Znači, važno je da koristimo što više namirnica bogatih vlaknima. Rostok megdolgozzák a gyomrunkat, a beleinket. Znači, ova vlakna u stvari pokreću naš želudac, naša creva. Nagyon sok embernek a bélrendszerében. Mnogi ljudi imaju taj problem da u svojim crevima 2-3 kg bélsáva lerakodva. Znači, tu ima naslage koje mogu biti u iznosu od 2-3 kg. Ojo, mi će fuju konjerog, isto mindig tako, a konjer vrata si horda lekat. Znači, tu je isto tako kada reka ide u svojim krivinama i u svakoj krivini ostavi po nešto. Idemo za bijedanje. Tako i u našim crevima. Otro kurikla mire konjeg. I tu se taložete toksične materije. Elkezdünk sokkal rostosabban táplálkozni. Ako u svoju ishranu uvrstimo i vlakna. E szépen kinyomjon el ezt a hordalékot. Znači, ta vlakna će jednostavno iščistiti naša creva. Kezdjünk el a fehér is helyett, barna is fejeszteni. Važno je, znači, drugi korak je da umjesto belog pirinča koristimo integralni pirinač. A fehér kenyér helyett a barna kenyér, a teljes kérlésűt. Znači, umjesto belog hleba da koristimo crni hleb ili hleb od integralnog, brašna od cijelog zrna pšenice. Edesség, čokolade, cukora, számüzük. Znači, treba da se odreknemo šećera, čokolade, svakog slatkiša. Lehetőleg minél kevesebb áltterméket fogyasszunk.
Treba što manje, znači, da koristimo namirnice životinskog porekla. Kerüljük a koncentrált termékeket. Znači, treba da izbegavamo koncentrisane namirnice. Egy idézet Rosenthaltól. Jedan citat od Rosenthala. Az egészség a konyhában kezdődik. Da naše zdravlje počinje u kuhinji. Aki főz a konyhában, annak a felelőssége mi fog a családdal történni? Znači, onaj koji kuva u kuhinji, ta ima odgovornost prema svojoj porodici. Kicsit gondoljuk a koncentrált ételekre. Sada da se malo osvrnemo na ta koncentrovana jela. Egy hiába sült burgonya 40 kalória. Znači, jedan krompir koji je pečen u ljusci, to je 40 kalorija. Egy rakott krompir kis tejfölje, tojással, sajta 400 kalória. Znači, jedna musaka koja je spremljena sa pavlakom, jajima i sirom, to je 400 kalorija. Egy hasáb burgonya 530 kalória. Znači, ona, pomfrit koji pečemo u ulju, znači, to je već 500 kalorija. Egy burgonya chips az 870 kalória. Znači chips koji kupujemo, to je već 800 kalorija. Egy szalonnás chips az 1200 kalória. Znači chips sa slaninom, to je već 1200 kalória. Szinte semmit megenni. To je, znači, to je mala, znači lako pojedemo ovu količinu. Kis zacskó chips, és bevittem 1200 kalóriát. Mala kesica chipsa, ja sam već uneo 1200 kalória. Gondoljuk arra, hogy egy alma az 75 kalória. Nemojmo zaboraviti da je jedna jabuka 75 kalorija. Egyszeret olma torta az 700 kalorija, tízszeresen. Jedno parče torte sa jabukama, to je već 700 kalorija, znači skoro 10 puta više. Meni je čoki torta. Koliko onda kalorija ima jedna torta od čokolade? Figyeljünk a nasulás kérdésére. Obratimo pažnju na jelo između obroka. Az a jó hírem ezzel kapcsolatban, nasulással kapcsolatban. Moja dobra vest je za to. Hogyha képesek vagyunk legalább két hétig kitartani, da ako imamo dovoljno jaku volju i da izdržimo dve nedelje da ne jedemo između obroka, onda se smanjuje naš apetit, naša želja za hranom. A 45. nap, a kritikus, visszatérhetünk. Znači 45. dan je, znači, kritičan, kada možemo da padnemo. Tehát érdemes kitartani. Znači važno je da izdržimo na duge staze. Mondok még pár érdekességet. Još ću reći par interesantnih stvari. Amik segítenek a fogyásban. Koji će nam pomoći da smršamo. Azok a zöldségfélék, amik keservízűek. Znači ona povrće koji ima malo gorak ukus. Akár a koralábia, zeller. Znači kileraba, celer. Saláta. Salata. Nek segítik a fogyást. Oni nam pomožu da smršamo. Ott vannak a mikroalgák. Tamo su i mikroalge. A tengernek a növényei. Znači to je, znači, biljni svet mora. A tengeri növények 15-20-szor több ásványanyagot tartalmaznak, mint a szárazföldiek. Znači ove biljke sadrže 10-15% više mineralnih materija nego biljke koje rastu na kopnu. Csökkentik a súlyunkat. Znači one nam pomažu da smršamo. Akár gyömbér, a szegfűszeg. Naprimer gyumbir, karamfilić. Egy kicsi belőle segíti a fogyást. Znači ako unosimo u malim količinama, one će nam pomoći da smršamo. Vannak olyan gyógynövények. Ima i lekovitog bilja. A bojtojangyökér, a tyúkhúr. Znači maslačak, čičak. A pitypang. Ebből készült teák időnként segítik a fogyást. Ezek apróságok, de segítik a folyamatot. Znači to sú sitne stvari, ali ako pripremimo kao čaj, one će nam pomoći da smršamo. A különböző csirák, ha mi gabonákat csiráztatunk otthon. Mi imamo običaj da stavimo žitarice da klijaju u kući. Ezek is nagyon jó. I one su jako dobre za mršavljenje. A lenmagolaj. Ulje od lanenog semena. Erre még fog többet beszélni majd a héten. Znači govorit ću više o ovom lanenom ulju toku nagyon ovih predavanja. Nagyon jól segít ahhoz, hogy a hormonális egyensúlyt fenntartjuk, az optimális egyensúlyt. Znači ono nam pomaže da održimo optimalni nivo hormona u našem organizmu. Aki fogyni szeretne, ko bi želeo da smrša, egy kis teáskan olaj minden nap. Znači jednu malu kašičicu ulja treba da unese u svoj organizam. Lemagolaj. Laneno ulje. Nem tudom, itt lehet-e kapni azuki babot. Azuki pasulj. Az ebből készült teafőzet. Znači čaj od ovog pasulja. Szintén segíti a fogyás. Znači također nam pomaže da smršamo. Persze, mozgás nélkül fogyni nem lehet. Znači bez fizičke aktivnosti mi ne možemo da smršamo. Tehát minél többet mozgunk, što više se krećemo, annál többet fogunk izmot építeni. To više mišićne mase ćemo izgraditi. Egy alkalommal egy kórházban új főorvosnő jött. U jednoj bolnici je došla jedna doktorica.
Olyan betegek voltak, akik magatehetetlenek voltak. Tamo su bili bolesnici koji su bili nesposobni da se brinu za sebe. Két-három nővér volt mellettük állandóan. Znači dve-tri sestrice su stalno morale biti tamo oko njih. Azt mondta a doktornő, hogy a betegeket súlyzós kezelésen fogjuk fogni. Znači doktorica je rekla da će ovi bolesnici dobiti jednu terapiju i da će morati podizati tegove. Hetent egyszer, kétszer kellett kicsi súlya fékrőval dolgozni. Znači svakoga, znači svake nedelje su imali program i imali su te tegove od pola kilograma. Három hónap múlva. Za tri meseca. Annyira megerősödtek. Toliko su ojačali. Hogy már egy ápol elég volt neki. Znači dovoljna je bila da bude prisutna samo jedna medicinska sestra. Izmot építeni. Oni su počeli da grade mišićnu masu. Tehát egy kicsit súlyozhatunk is. Znači možemo da dižemo tegove. De nem kell nagy súlya dolgozni. Ali ne treba to da bude jako, jako teški tegovi. Kimegyünk jó napfényre, ér D-vitamin bennünket. Znači kada izađemo na sunce u povoljno vreme, dobijemo D-vitamin. Ez élénkíti a hormonális központunkat. Znači ono podstiče rad naših hormona. Ami elősegíti a súlycsökkenést. Znači to će nam pomoći da gubimo na težini. Tehát nem így kell fogyokurázni. Znači, ne na ovaj način treba da mršavim, da nosim svog psa u šetnju. Ilako ko će otfušen, ne? Znači, ja sedim u kolima, a pas nek trči. Azok, akiknek állatuk van, kutyájuk van. Oni koji imaju kućnog ljubimca, na primjer psa. Három évvel tovább élnek átlag. Oni u prosjeku žive 3 godine duže. Kutyát le kell vinni sétálni. Zato što psa treba izvesti u šetnju. Sokkal többet tehát mozog az ember. Znači mnogo više se krećemo. És sokkal többet beszélget más kutyásokkal. Több lesz a társas kapcsolata. Znači imaće i bogatiji društveni život zato što razgovara sa drugim vlasnicima. Lehet nagyon sok indokunk. Znači možemo imati mnogo razloga. Mondhatjuk, hogy nincs időm, hogy lefogjak. Možemo reći, ja nemam vremena da smršam. Nincs pénzem, hogy lefogjak. Nemam financijska sredstva da smršam. Nem tudok ellent mondani. Ne mogu odoleti. De egyet jegyezünk meg. Ali jedno treba da zapamtimo. Soha ne adjuk fel. Nikad ne smemo da se predamo. Lehet ma bármennyi túlsúlyom. Mogu danas imati bilo koliko kilograma viška. Ha kitűzök egy célt. Ako ja sebi postavim jedan cilj. Tehát reális. Da bude reala. Elérhető, megvalósítható. Da bude dostupan, da može da se dostigne. Akkor meg tudom valósítani. Onda ja njega mogu dostići. Egy bibliai igével fejezném be. Sada bih volela čitati jeden stih iz Biblije. Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. Znači, sve moguće onom koji veruje. Ezt Jézus mondja. To je Isus rekao. Ha hiszek abban, hogy meg fog valósulni. Ako ja verujem da će se to ostvariti. Minden lehetséges. Sve moguće. Ha magam se hiszek abban. Ako ni ja ne verujem. Hogy ezt meg tudom tenni. Da ja to mogu činiti. Akkor nem fog megtörténni. Onda se to neće ni dogoditi. Tehát higgyünk abban, onda treba da verujemo, és soha ne adjuk fel. I nikad nemojmo da odustajemo. Változtassunk. Menjajmo. Köszönöm a figyelmet. Hvala na pažnji.